10 év munkájának részkarc alkotásait állította ki a szekszárdi Balogh Beáta a bonyhádi Solymár Imre városi könyvtárban. Igazából az, hogy részkarcot készítek, az egy ilyen nagyon hirtelen, nem is ötlet volt, hanem így belecsöppentem ebbe a dologba, ugyanis mikor a Bárkához csatlakoztam, ezt azért tettem, hogy mehessek táborokba, hogy tudjak alkotni, legyen lehetőség, hiszen az embernek annyi minden teendője van a mindennapokban, hogy egyébként nincs rá idő. Csak akkor, hogyha elmegy táborozni, van egy nyugodt hete, 10 napja, akkor tud alkotni. És amikor csatlakoztam a Bárkához, akkor jött az első meghívásom Kaposvár környékéről, hogy hát egy alkotó táborba hívtak Igalra, és ott volt egy ilyen lehetőség, hogy részkarckészítés. Akkor mondom, ez érdekes lehet, de igazából én festeni szerettem volna menni rajzolni, de a neten akkor rákerestem arra, hogy mi is ez a részkarckészítés, és találtam egy előadást, amit végighallgattam, egy művészettörténész mesélte el, hogy ez hogy zajlik, és annyira megtetszett, hogy már így elképzeltem magamban ezt az egész folyamatot, hogy akkor mi után jön. Oda mentem a táborba, és igazából ott kezdtem el. Védőnőként dolgozik, de számos művészeti ágat kipróbált és gyakorol. Szeret festeni, rajzolni, részkartot készíteni, kötni, varni, horgolni. Időről időre valami újat tanul, és az alkotást tölti fel. Tündéres képeim az elsők, amik akkor születtek, és még két másik részkarc. Tehát tulajdonképpen így kezdődött, azóta minden évben megyek ebben a táborba, ez most már 10 éve volt, és mindig csak ebben a táborban alkotok, de minden alkalommal egy 4-5 részkarcot csinálok, és ugye így lett most körülbelül a 40-nél tartok, és hát 40 kis alkotásom van. Ez tulajdonképpen úgy készül, hogy van egy rézlemez, ami simán csak ollóval el van vágva, ezt nekünk ki kell dolgozni, elő kell készíteni a lemezt, reszeléssel, csiszolással, tehát mondhatnám azt is, hogy egy kemény férfi munka ez az egész, addig kell finomítani a lemezt, amíg a saját tükörképünket meg nem látjuk benne, ez látszik is ott az első képen, és ezután jön az a technika, amikor bevonjuk ezt a lemezt viasszal, egy viaszréteggel, és utána lehet ebbe a bekormozott, befeketített viaszrétegbe aztán karcolni. Utána ezt a kikarcolt lemezt savba helyezzük, az kimarja ugye tulajdonképpen a rézlemezből a vonalakat, és utána, amikor leszettük a viaszt, lehet festékezni, visszaszedni a festéket, és úgy jöhet a papírra a nyomás és présen át kell küldeni, és hát ezt minden egyes nyomatnál meg kell csinálni külön-külön. Úgyhogy minden egyes részkarc aztán más-más színű és más egy picit. Hát kedvenc mintám az nincsen, most konkrétan kedvenc témám sincs, viszont azt már így észrevettem, hogy például utazásaim során, ha látok valamit, vagy gyűjtök valamit, például ablakokat fotózgattam, akkor utána azokat az ablakokat összegyűjtöttem egy képre. Annak lett a Titkok őrzői a címe, hogy vajon mi lehet egy-egy ablak mögött, milyen élet, milyen titok. Ugyanígy vannak a kapuk, ami szintén az egy szekszárdi feldolgozás, elmentem fotózgatni Szekszárdon, ott a kapukat, pár szép kaput rajzoltam meg. Tehát úgy, hogy kedvenc úgy nincsen. Inkább ami megfog. Picit az építészetből figurák, emberek, tündérek, virágok. Vannak egészen egyszerű kis falucskák, ilyen gyermekded rajzokkal, és van ilyen botanikai gyűjteményhez, vagy ábrázoláshoz hasonló kis bogár gyűjtemény is, amit szintén nagyon szeretek. A főként részkarcokból összeállított kiállítást a hónap végéig lehet megtekinteni Bonyhádon, a Solymár Imre városi könyvtárban.